Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi és szent nép! Isten népe, ébresztő! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Isten népe, ébresztő! Remélem felébredtél! Egyszer a táborban volt egy csendőrünk, aki úgy ébresztett minket, hogy bekopogtatott, vagyis nem bekopogtatott igazából, bedörömbölt minden ablakon és ajtón, és azt mondta, az úr is fel kell, ti is kelljetek. Úgyhogy soha nem felejtem el ezt a, ezt a figurát, egy különleges színe a gyülekezetünknek, nem mondok nevet, de, de a táborozók tudják, miről beszél, vagy kiről beszélek. A mai rapszódi egy nagyon különleges címmel rendelkezik, minden a lábaid, mindent a lábaid alá vetett. Halleluja. És az Efézus 1.19-et fogjuk felolvasni, Efézus 1.19-22-ig egy angol fordítást fogok nektek felolvasni. Azért is imádkozom, hogy megértsétek Isten hihetetlenül nagy erejét, amit azoknak ad, akik hisznek neki, ez ugyanaz a hatalmas erő, amely feltámasztotta Krisztust a halálból, és a mennyei birodalomban Isten jobbján a dicsőség helyére ültette őt. Most messze fölött áll minden uralkodónak, hatalomnak, tekintének, vezetőnek, vagy bármi másnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendő világban is, Isten minden Krisztus fennhatósága alá helyezett, és őt tette mindenek fe, fel fölé, fejévé az egyház javára. Tudnod kell, hogy nem ma, ma nem Isten az egyház feje, hanem Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy Krisztus a fej, mi pedig az ő tagjai. Tehát arra kell mennünk, amerre a fej mondja. És azt mondja ez az ige, hogy az elkövetkezendő világkorszaknak is ő lesz a feje, úgy fog történni, hogy ugye elragadtatunk, most Jézus Krisztus az egyház feje. És ezután is a Filippi Levél beszél erről, hogy olyan nevet adott neki az atya, amely minden név fölött való, és ő tette az egyház fejévé, megjárta a poklot, kifizette az árat, stb. Ő a mi fejünk, ő uralkodik és kormányoz, és mindent a lábai alá, mindent a lábai alá vettetett. A következő világkorszak mi lesz, menj elragadtatunk, utána vissza fogunk jönni, és Jézus Krisztussal együtt legyőzzük az Antikrisztust, a hamis prófétát, pont a bárány mennyegzőjéről fogunk visszajönni. Legyőzzük az Antikrisztust, a hamis prófétát, az ellenséget, mindent bevétetik, elfogadtatnak és, és fogságra hitetnek, majd ezer éves királyság fog megalapulni, nem a mennyben, ez még nem a menny lesz, hanem ez a messiási világkorszak. Ezer év lesz itt a Földön, és uralkodni fogunk is kormányozni. És nemzetek is fognak uralkodni, és ezért fontos, hogy például Magyarország milyen nemzet lesz, hogy be fog kerülnie a messiási királyságba, vagy mi nemzet be tudunk-e kerülni, mert lesz a nemzetek ítélete. Háromfajta ítélet lesz egyébként. Az első lesz a Krisztus ítélőszéke. Ez Krisztus béma széke, a béma a jutalomosztás helye. Itt senki nem fog kárhoztató vagy elmarasztaló ítéletben részesülni. Ez akkor fog történni, mikor mi elragadtatunk, akkor meg fogunk állni Krisztus szék előtt. De itt nem fogunk, ö, nem fogunk ítéletet kapni, csak jutalmat, csak ki több jutalmat fog kapni, ki kevesebbet. És azt mondja ez hogy ezt a tűz fogja megpróbálni. Tehát meg lesz próbálva a munkánk, hogy ki gyűjtött aranyat, ezüstöt, ugye a széna meg fog égni. Ezért mondja Pálapostól, hogy, hogy Krisztus az alap, és ki ki mit vet rá, vigyázzon, ő, hogy valaki ezüstöt, aranyat, szénát, pozdorját. Tehát ezt a tűz fogja megpróbálni. A következő ítélet az az lesz, amikor visszajövünk a földre, akkor, meg fog ítélni, akkor lesz a fehér trón ítélet és aki mindenki, aki nem részesült ugye a Krisztus ítélő széke előtt, akkor a fehér trón ítélet vár rá. Itt már lesz elmarasztaló ítélet ö, is, és aki nem találtatik be az élet könyvébe, az vétetik a kinkővelégű tüzes tóba. És Ezután jön a nemzeteknek az ítélete, tehát a nemzetek meg fognak állni, Magyarország is meg fog állni Krisztus előtt. És azok a nemzetek fognak Krisztussal együtt uralkodni az ezer éves királyságban. Lesznek kecske, illetve jún nemzetek. Mitől fog ez függeni? Azt mondja az ige, hogy Jézus mondja, hogy hogy ti bekerülhettek, ti jún nemzet vagytok. Uram, de miért? Hát, amikor amikor, amikor ott voltam, ennem adtatok, amikor szomjuhozta, inni adtatok, amikor kellett befogadtatok, amikor kellett felruháztatok. De uram, de uram hogy, 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 hogy ruháztunk fel téged? Hogy adtunk neked inni? Hogy adtunk neked enni? Mikor a legkisebben megcselekedtétek, az enyém közül velem cselekedtétek meg. Tehát ki Krisztusnak szellemileg a teste, az egyház, és ki fizikailag vér szerint a testvére Krisztusnak, a zsidó nép. Tehát az a nemzet, aki a kereszténységgel és a zsidókkal jól bánik, van ez, az a jud nemzet, és van esélye bekerülni az ezer éves királyságba. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy Magyarország is jó nemzet lesz, és ott lesz az ezer éves királyságba. Imádkozzatok ezért is, hogy a te nemzeted is ott legyen. Az Úr Jézus messze felül van helyezve, minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, hatalmon, urasságon, minden néven, amely nevet visel. Nem csak ebben a világban hanem az eljövendőkben is. Ez rendkívüli. Elmondja nekünk, hogy hol van Jézus. Aztán a befejező részben azt mondja, hogy Isten mindent Jézus lábai alá helyezett az egyház javára. Nincs semmi, amit Isten ne tett volna Jézus lábai alá. Nem csoda, hogy a Biblia szerint semmi nem mentesül az uralma alól. Egyetlen egy van, akinek hatalma van minden felett menjen és földön. Ő uralkodik mindenek felett, is, az ő neve Jézus. A Biblia azt mondja a message fordítás szerint, ő irányítja a világegyetemet, a galaxisokat, a kormányokig mindent, nincs név és nincs hatalom, amely mentesülne az uralma alól. És nem csak most, hanem az örök időkig, ő irányít mindent, övi az utolsó szó mindenben. Amikor azt mondja, hogy minden az magában foglal minden nemzetet, betegséget, minden démont, minden nevet, amit csak meg lehet nevezni nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőknek ben is. Krisztus uralma mindenek felett az egyház javát szolgálja, az Úr Jézus a feje a testnek, az egyháznak, ez azt jelenti, hogy azért minden dolog az egyház lába alatt van. Most már érted, miért kell, miért kell életed minden napját győztesként élned. Minden a lábad alatt van, a halál, pokol, a világ, a körülmények. Krisztus a hatalma és uralma a te hasznodra van, és mindent megtehetsz az ő nevében. Mondjátok utána ezt a megvallást, minden a lábaim alatt van. Beleértve a sátánt és a sötétség csatlósait is a halál, a pokol, a világ, a körülmények, az élő és életetelen dolgok alá vannak rendelve, mert Krisztus uralmában működöm. Az ő hatalma az én javamra szolgál. Általa uralkodom, és mindenre képes vagyok az ő nevében. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Úgyhogy minden a lábad alatt van, Krisztus a feje az egyháznak, és te vagy az te az Egyház tagja vagy, és az Egyház arra van elhívva, hogy uralkodjon. Éljenek a tudatában, ma is uralkodj és kormányozz vele együtt. Ne felejtsd el, ki vagy. Nagyon-nagyon örülök, hogy velem tartottál. Gyönyörű áldott napot kívánok neked. Isten áldjon meg téged. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi és szent nép. Isten népe, ébresztő!